A Kárpát-medencén kívül élő magyarságnak kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. Ezt is tartalmazza a ma létrejött Magyar Diaszpóra Tanács alapító okirata. Rigorózus büntetések várnak a kommunális rendellenvétőkre Szabadkán. Ezt a határozatot egyhangulag hozta meg a VKT. A csókai községben az idén még nem bonyolították le az állami földek bérbeadását. Kishegyesen mától SMS-ben, e-mailben és üzenetrögzítőn is jelenthetik a lakosok a közmű problémáikat. Jó estét kívánok! Nem kerül ma a szerb parlament elé a rehabilitációs törvény javaslata. A képviselőház ma délután kezdte volna meg a jogszabály tárgyalását, azt megelőzően azonban be kellett volna fejeznie a korábbi ülését, amelyen 27 másik törvényt, illetve rendeletet kellett volna megszavaznia. Pártpolitikai okok miatt a szavazás elhúzódott, majd megszakadt. A házelnök kedd délelőtre halasztotta a szavazás befejezését. Így csak azt követően várhatóan kedd délután kezdődhet meg az az ülés, amelynek keretében a rehabilitációs törvény javaslatát is megvitatják. Mint ismeretes, ezzel a törvénnyel törölnék a kollektív bűnösség elvét, amelyet az októberben hatályba lépett vagyon visszaszármaztatási és kárpótlási törvény rögzített. A szerb parlament várhatóan december elején szavaz a törvényjavaslatról. A Kárpát-medencén kívül élő magyarságnak kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. Többek között ezt tartalmazza a ma létrejött Magyar Diaszpóra Tanács alapító okirata. Budapesten a parlamentben az alakuló ülésen a nyugati magyarság több mint 50 szervezete jelent meg. A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, amely a sajátos igényeiket és érdekeiket tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes az alakuló ülésen elmondta, az év végére megközelítheti a 200 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és várhatóan a 100 ezredik eskütétel is megtörténik. A miniszterelnök helyettes szólt a szerb restitúciós törvényről is, és leszögezte. A kollektív jogfosztást semmilyen formában nem tudjuk elfogadni. Ez egy olyan ügy, amely felülír minden mást. Ha azt nem változtatják meg, és a magyarokat kollektív jogfosztással kirekesztik a kárpótlás és a vagyon visszaszármaztatás lehetőségéből, akkor Magyarország kénytelen lesz vétót emelni a Szerbia tagjelölti státuszáról szóló szavazáson. Horvátország már részt vesz a december 9-i EU csúcson, írja az MTI. Az értesülések szerint Horvátország megfigyelőként lesz jelen a brüsszeli találkozón, miután aláírják az ország EU csatlakozásáról szóló szerződését. A tervek szerint szomszédunk 2013. július 1-én válhat az unió teljes jogú tagjává. A december 9-i találkozón Szerbia esetében a tagjelölti státus elnyerése a kérdés, míg Montenegróval megkezdődhet a csatlakozási tárgyalások. Alaptalan a szóbeszéd, a köztársaság nem tervezi menekültek telepítését az egykori zentai kaszárnyába. Emelte ki Ceglédi Rudolf, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai szervezetének elnöke, mai sajtótájékoztatójukon. Ezt Rasim Jajic szerb munkaügyi és szociálpolitikai miniszter erősítette meg a VMS helyi szervezetének telefonos érdeklődésére. A menekültek elhelyezésének kérdésével azután foglalkozott a helyi szervezet, hogy a zentai községi képviselőtestület hétfői ülésén elhangzott a hír, mely szerint a helyi laktanya épületébe menekülteket akar telepíteni a szerb kormány. A menekültek és az illegális bevándorlók problémájával Szerbia nem tud egyedül megbirkózni, mondta tegnap Ivica Dačić. A belügyminiszter a Salzburgi fórumon kifejtette, hogy Szerbiában jelenleg körülbelül 3000 menekültről és 5000 illegális bevándorlóról tudnak. Az ő helyzetüket csak az Európai Unió segítségével lehet megoldani. Szerinte Szerbiára is ki kellene terjeszteni azt az EU-s direktívát, amely lehetetlenné teszi a menekültek újbóli belépését az országba.
Rigorózus büntetések várnak a kommunális rendellenvétőkre Szabadkán. A városi képviselőtestület mai döntése értelmében akár 1 millió dináros pénzbüntetés is kiróható a cégekre, amelyek a szabályzat ellen vétenek. Ezt a határozatot egyhangulag hozta meg a VKT. Több napirenddel kapcsolatban azonban éles vita jellemezte az ülést. A legnagyobb vitát az ellenzék és a hatalmi koalíció között az váltotta ki, hogy a Városi Tanács visszavonta a Palics-Ludas közvállalat idei munkatervének javaslatát a Városi Képviselőtestület napirendjéről. A közvállalatnak így egy hónappal az év vége előtt sem lesz munkaterve, amely alapján működhetne. A tanács nem indokolta meg döntését. Kérdésünkre az alpolgármester technikai okokra hivatkozott, de nem kívánt nyilatkozni. A VMS képviselői kifogásolták a javaslat visszavonását. Ebben a munkatervben olyan dolgok vannak, amelyek valószínű, hogy matematikailag is pontatlanságok voltak, és valószínű, hogy olyan dolgok is voltak, amelyek a pénzek költésére vonatkozóan hát eléggé kellemetlen helyzetbe hozták volna a hatalmi többséget, hiszen olyan dolgok jönnek ki, amelyek úgy gondolom, hogy nem éppen a pénzköltésnek a mintapéldáját tükrözik ebbe a közvállalatba. Egyhangú döntés született viszont arról, hogy akár 1 millió dinár büntetése számíthat az a cég, amely a közterületekről nem távolítja el az általa használt építőanyagot, vagy más az utcán engedély nélkül tárolt eszközt, vagy télen nem tisztítja meg a járdát a hótól. 55 kihágási formát sorol fel ez a dokumentum, amely a kommunális rendről szól, és amelyet a Szabadkai Városi Képviselőtestület egyhangulag fogadott el. A magánszemélyek esetében a büntetések 2500-tól 75 000 dinárig terjednek. Deo kommunalne kulture ne zavisi samo od materijalnog statusa. To da li će neko baciti papir na ulici ne zavisi od toga kolika mu je plata, nego kakvu svest ima o potrebi čuvanja svoje okoline. A VKT egy másik döntésével megteremtette az alapfeltételeket, hogy lebontsák a Szabad Egyetem mellett álló betonépületet. Ugyanis módosították a belváros első zónájának részletes szabályozási tervét. A Vajdasági Magyar Szövetség a döntés ellen szavazott és kérte a napirendi pont visszavonását, mert a javaslatban nem szerepel, hogy ki, mennyiből és miből építenek kulturális központot a befejezetlen betonépület helyén. Alapvető gondunk az az, hogy világosan nem lehet látni a tulajdon viszonyokat, hogy mi következik azután, hogy ez lebontódik. Nem lehet látni azt, hogy mit fognak ide építeni. Persze itt vannak félmondatok, amik utalnak bizonyos dolgokra, de azt gondolom, hogy egy magára adó városnak azért egy kicsikét precízebben kellene a dolgokat megfogalmaznia. Egy másik napirendi pont szólt arról, hogy a Petőfi Sándor utcában lévő benzinkutat a Gyúrószalai általános iskola mellé költöztessék. A hatalmi koalíció ezt is megszavazta, habár a hatályos törvények szerint oktatási intézmény mellett 500 méteren belül nem lehet töltőállomás. A VMS a javaslat ellen szavazott. A VKT elfogadta Új Zsednik általános szabályozási tervét. A VMS ezt a döntést megszavazta, habár kifogásolta, hogy túlméretezett ipari zónát láttak elő. Emiatt a járulékok 10-szeresét fizetik majd azok a mezőgazdászok, akiknek a földje ezen a területen fekszik, mert építési területen gazdálkodnak. A képviselőtestület napirendjén szerepelt még több szabadkai közvállalat idei működési tervének módosítása is. A Csókai községben az idén még nem bonyolították le az állami földek bérbeadását, mivel a 2009-es árverésen nyertes termelőkkel a minisztérium még nem kötötte meg a szerződéseket. A termelők fellebbezései miatt a már több mint 2 éve húzódó ügy csak mostanra kezd rendeződni. A bérlők azonban egész idő alatt megművelték ezeket a területeket. Nem maradtak a földek parlagon, tehát ők megművelték a földet, mindez a mondjuk 2009-ben már az új törvény szerint ment az árverés, úgyhogy ők a 2009-es-10-es ekonomiai évre befizették a bérletet, és utána maradt ugye ez a 2 év nekik, amit
nem tudtak, hogy az övéké lesz, nem lesz, meg tudnak, nem tudnak egyezni. A tavaly bérbeadott földekkel ugyan nincs gond, a bérleti díjak megfizettetése 93%-os, a rendezetlen komaszáció, vagyis határrendezés miatt azonban itt is akadtak problémák. Probléma az, hogy a térképeink azok még a Mária Terézia idejéből vannak, és hát ugye a kataszteri hivatalnokok is, mondjam, a sajnos hiába is mennek ki a terepre, tehát ők se nem tudják megmondani, hogy na most pont ez a parcellaja az ilyen bizonyos bérlőjé, és hát ez ügybe ugye nem fizették még be a második évet, mert várják, hogy a minisztérium elfogadja a kérvényt. A község már megkezdte az előkészületeket a mezőgazdasági földterületek rendezésére. Egyetlen egy kataszteri község esetében pedig a tagosítás tervei is elkészültek. Kishegyesen mától SMS-ben, e-mailben és üzenetrögzítőn is jelenthetik a lakosok a közmű problémáikat. Az erre alkalmas új rendszert a tartományi önkormányzati titkárság anyagi támogatásával építették ki. A kishegyesi községben átadott új telefonos rendszernek köszönhetően a nap bármelyik szakában jelenthetik a meghibásodásokat a polgárok. Az észrevételeket SMS-ben a 063 69 99 98-as számra fogadják, üzenetrögzítőn a 024 731 421-es számon, míg az e-maileket a www.kishegyes.com honlapon. Az önkormányzat így gyakorlatilag teljes beállátása lesz a kommunális problémáknak, a folyamatának a megoldásába. Hatékonyabbá tudnak válni a kommunális cégeink, illetve hát a lakosság részéről pedig, hogy a nap bármelyik szakában, éjjel is SMS-ben el tudják küldeni azt, hogy mondjuk rá előttük kiégett a lámpa, vagy hát csőtörést látnak, vagy esetleg más gond van kommunális ügyekben. A polgármester szerint ezzel hatékonyabbá válik a kommunális vállalatok munkája is. A rendszer kiépítésére a község 1,5 millió dinárt kapott a tartományi önkormányzati titkárságtól. Közös turisztikai kínálatot alakítanának ki a határon túli térségekkel Szabadka és Palics idegenforgalmi szereplői. Az itt ellátogató vendégek ugyanis legfeljebb 2 napig maradnak. Ha közös programot hoznának létre, a turisták itt tartózkodása is hosszabb lehetne. Hangzott el a Szabadka-Palics kistérség idegenforgalmi klaszter mai összejövetelén. Szabadkára a turisták elsősorban a Városháza és a szecessziós épületek miatt látogatnak el, de egyre többen kíváncsiak a fesztiválokra is. Az utóbbi egy évben 40%-kal nőtt a turisták száma, Palicson viszont pang az idegenforgalom. Szakértők szerint a helyzeten az javíthat, ha az idegenforgalom szereplői hálózatba szerveződnek és segítik egymást. Klasztersko udruživanje je jako bitno u tom regionalnom razvoju privrede, jer je to jedan od mehanizama da se povežu mali privredni subjekti sa razvojnim institucijama, sa institucijama podrške, da daju na neki način taj sinergetski efekat u razvoju privrede. Az együttműködésre, a hálózatba szerveződésre jó példa a Szabadka-Palics kistérség idegenforgalmi klasztere, amelyet 3 éve alapított 20 turisztikai érdekeltségű szervezet, ma már 30 tagot számlál. A klaszter mostanra nem csak Palics és Szabadka, hanem a közeli határon túli térségek idegenforgalmi szerveződéseivel is együttműködik. Közös fellépéssel ugyanis növelhető a turisták száma. Itt tartózkodás a vendégeknek maximum 2 nap. Ez elég nagy probléma, miért? Mert nincs elég tartalom. Hogy lehet a tartalmat bővíteni? Csak úgy, hogyha közösen csinálunk különböző programokat. Verovatno bi trebalo više uložiti u seoski turizam. Tu je možda najlošija infrastruktura, s obzirom da smo tu kasno se setili da ulažemo, a moderni turisti malo su se zasitili ovih modernih hotela. A tartomány mind a klaszterbe szerveződést, mind pedig a falusi turizmus segíti. A turisztikai vásárokon való részvétel támogatásával megismertetik a falvaink idegenforgalmi kínálatát. A klaszterek fejlesztésére pedig éppen most írt ki pályázatot a gazdasági titkárság. Erre a célra összesen 6,5 millió dinárt biztosítanak. Pályázni december 2-ig lehet.
Liszt Ferenc életének jelentős mozzanatait mutatja be a világhírű zeneszerző tiszteletére készített kiállítás, amelyet Szabadkán a Magyar Házban lehet megtekinteni. A dokumentumokból álló gyűjtemény a budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont jóvoltából érkezett Szabadkára. A tárlatot Pekár Tibor szabadkai művész nyitotta meg, hangsúlyozta, hogy Liszt Ferenc jelen van a köztudatban, egyre több műve csendül fel a vajdasági koncerteken. A vendégeket Várizoltán Zoltán, a Magyar Ház kuratóriumának elnöke is köszöntötte. A 19. század egyik legjelentősebb romantikus zeneszerzője születésének 200. évfordulójára készített tárlat december 8-áig látogatható. Lovas Ildikót és Böndör Pált is jelölték a Rotary Irodalmi Díjra. A 3 millió forinttal járó elismerésre 5 regényt, egy esszékötetet, egy novellás kötetet és egy verses kötetet terjesztettek fel. Az elismerést minden alkalommal az előző év legkiemelkedőbb irodalmi alkotása kapja. Az idei jelöltek Böndör Pál a Holdfény árnyékában, Lovas Ildikó a Kiskavics, Horváth Péter Bogárvérrel, Nádas Péter Fantasztikus utazáson, Varga Mátyás Parsifal Parsifal, Tóth Krisztina Pixel, Buda Ferenc Világ Világom és Rakovszky Zsuzsa VS című műve. A díjat november 23-án adják át Budapesten. Az Adai Szarvas Gábor könyvtár rendezvénysorozatot szervezett a könyvtár napja alkalmából. Emellett tegnap ünnepélyes keretek között gyermekrészlegét is megnyitotta a fiatal olvasók előtt. Az Adai Szarvas Gábor könyvtár 20 éves álma vált valóra tegnap, amikor megnyitották az új gyermek részleget, ami lehetővé teszi a gyerekeknek azt, hogy minél fiatalabb korban megismerkedjenek a könyvekkel. Az idén szerencsés körülmények úgy látszik, hogy összejátszottak abban, hogy sikerült megnyitnunk, megüresedett egy helyiségünk, és ebben képeztük ki az új gyermek részleget. Nagyon sok munkával helyreállítottuk a helyiséget, berendeztük a helyiséget, és jelenleg most, amikor épp a megnyitó van, egy szerény könyvállománnyal is rendelkezünk. A gyermekrészlek könyvállománya még bővülni fog, ugyanis a Szerbiai Művelődési Minisztériumtól is érkeznek könyvek, és a könyvtár egyéb pályázatok útján is igyekszik gyarapítani az állományát. Mivel készültünk arra, hogy az idén a gyermekkönyvtárat megnyitjuk, különösképpen a gyermekkönyvekre koncentráltunk, és abból igényeltünk elég sokat. A másik pedig, amelyel a magyar állományunkat fogjuk bővíteni, a márai program keretében a könyvtárunk is pályázhatott, és sikerrel szerepeltünk a pályázaton, itt is igen sok gyermekkönyvet kértünk. A megnyitón díjazták az általános iskolás tanulók korábban beküldött alkotásait, amelyeket irodalmi és képzőművészeti kategóriákban készítettek el. Portál indult az olvasás népszerűsítésére, írja az MTI. A Magyarországi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet azzal a céllal hozta létre az internetes oldalt, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak és a szülőknek a motiválás lehetséges módszereiben és a gyerekek számára a legmegfelelőbb olvasmányok kiválasztásában. Az olvasás.opkm.hu oldalon a gyerekek játékokat és versenyfeladatokat is találhatnak. A fiatalkori olvasás élmények a szakértők szerint kiemelt szerepet játszanak a személyiségfejlődésben. A többet olvasó diákok később jobban teljesítenek mind az oktatás, mind a munkavilágában. Helyreállítják a Szabadkai Sétáló utca a Korzó 10-es szám alatti épületének homlokzatát és tetőszerkezetét. A védelem alatt álló szabadkai bérházak felújítására a lakóknak kellett pályázniuk. A költségek felét is a lakástulajdonosok állják, a másik felét pedig a városi költségvetésből különítik el. A Korzó 10-es szám alatti épület felújítása több mint 9 millió dinárba került. Az építési igazgatóság pályázatán az idén egyébként 3 épület terv dokumentációja nyert. Na taj način ćemo stvari ulepšati uži centar grada, to jest zaštićeno jezgo grada. Normalno, znači sve što je u prethodnih 50 do 100 godina bilo zapušteno, treba nekoliko godina i da se obnovi, jer određene fasade su veoma zahtevne što se tiče zanatskih radova, pogotovo gipserskih radova, tako da su oni i veoma skupe. Hasonló módon újították fel korábban a Rudics utca 4-es szám alatti épületet is. Korhec Ágnes lakó támogatta a felújítást. Mennyi pénzt adtak bele? Hát most ez így el volt osztva, tehát lakók szerint, úgyhogy ez elég relatív, tehát néhány száz euró
összegről, de valahol 1000 euró is kell, tehát hogy kevesebben laknak, akkor bizony nagyobb összegre is összeget is össze kell adni. Hamarosan a Gombkötő utca 2-es szám alatti épületét is felújítják. Híradónk végén még egyszer legfontosabb híreink röviden. A Kárpát-medencén kívül élő magyarságnak kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. Ezt is tartalmazza a ma létrejött Magyar Diaszpóra Tanács alapító okirata. Rigorózus büntetések várnak a kommunális rend ellen vétőkre Szabadkán. Ezt a határozatot egyhangulag hozta meg a VKT. A Csókai községben az idén még nem bonyolították le az állami földek bérbeadását. Kishegyesen mától SMS-ben, e-mailben és üzenetrögzítőn is jelenthetik a lakosok a közmű problémáikat. Holnap az Alanyi Jogon interjú műsorunk vendégszerkesztője Hulló István múzeumigazgató, a riportalany pedig Dömötör Gábor, műemlékvédelmi szakmérnök. A közelkép témái az általános iskolások honismereti versenye, a Tudománynapja Szabadkán és a Kutatóifjak konferenciája Zentán. További kellemes estét, viszontlátásra!